A listavezető házigazda volt a mérkőzés esélyese, és az első percek kosárváltásai után már a nyíregyháziak akarata érvényesült a pályán. 10 perc játékot követően ugyan mi csak 5 ponttal vezettek a cápák, a nagy szünetre azonban 20 pontra nőtt a két csapat közötti különbség. Siska János az eheti 3 meccsre gondolva igyekezett elosztani a játékperceket, és valamennyi pályára lépő kosarasa élt is a lehetőséggel. A harmadik negyedet 3 ponttal nyerte a Nyíregyháza, a záró szakasz 3 ponttal a Veszprémé lett, így végül 20 pontos hazai győzelemmel zárult a találkozó. Azt kértem a fiúktól, hogy keményen védekezzünk, és a kezdőtösünk az egy kicsivel gyorsabb csapat volt. Ez látszott itt az elején, és szerintem a fél időben már eldöntöttük a mérkőzést, 20 ponttal vezettünk. Utána már csak arra kell figyelni, minden játékos megkapja a játékperceit, és vigyázni arra, hogy ne játszhassam túl őket, hiszen kedden megint mérkőzés van a Marc ellen. Ez sikerült, örülünk a győzelemnek, menjünk tovább. A nyíregyháziak csapatkapitánya Bús Iván 27 perc alatt 18 pontot szerzett, és mellette 9 gólpasszt is kiosztott társainak. A Veszprémnek a stílusa úgymond fekszik nekünk, mert egy kulturált és normális kosárlabdát játszanak. Van 3 kifejezetten jó és rutinos játékosuk, rájuk építenek, a többiek viszont fiatalok, de van rendszer a játékukban. Nekünk általában azokon az ellenfelekkel nem szokott olyan gördülékenyen menni a játék, akik hát eléggé össze-vissza játszanak támadásba. Hál' Istennek a sorainkat rendeztük az első negyed vége felé védekezésbe, mert az első pár percben voltak kihagyások, és a támadó játékunk pedig nagyon jó volt az egész mérkőzés során szerintem. A vendégek edzője elmondta, voltak ugyan problémáik a meccs előtt, de nem az volt az oka annak, hogy nem tudták tartani a lépést a nagyobb játékerőt képviselő hazaiakkal. A Nyíregyháza a bajnokság legkomplettebb és legerősebb csapata. Igazából felkészültünk belőlük a játékaikból, de nagyon sokszor a végén az már az individuumokon múlik. Egy Ubia szintű játékosra például tudunk egyszer, kétszer, háromszor jól menni. Amikor egy picit hibázunk, ő egyből büntet. Ugyanez mondjuk Tóth Gerivel kapcsolatban, vagy nagyon sok játékos mondhatnék. Küzdöttünk végig, viszont fizikálisan nem voltunk abban az állapotban, hogy bírjuk a mérkőzést abban a tempóban, amivel ők játszottak. A forduló további eredményei a következők. BKG Prima Akadémia Baja 102-98, Vasas Akadémia PVSK 2-60-63, Salgótarján Budapesti Honvéd 74-70, NKA Pécs Nagykőrös 70-75, MAFT TF Budapest 75-71 és MTK Elit Basket Meos Miskolc 78-85. A tabella élén a Nyíregyháza áll 17 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 16-3-as mutatóval rendelkező BKG Prima Akadémiát. A kék cápák kedden a 7. helyezett MAFC otthonában lépnek pályára.